Így zenélnek ők, a nők. Ez a címe annak a koncertnek, amit szombaton délután rendeznek a Torma János Múzeumban. A program keretében három hölgy áll közönség elé, a publikum pedig általuk ismerkedhet meg a 19. és 20. századi női zeneszerzők legkiemelkedőbb alkotásaival. A helyfoglalás részleteiről a múzeumban lehet érdeklődni. Szombat délután 5 órakor a Torma János Múzeumba várunk mindenkit szeretettel. Így zenélnek ők a nők címmel egy előadással egybekötött koncertre, ahol 19. és 20. századi női zeneszerzők dalait fogom énekelni. Dallos Erika fog kísérni, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazenei tanszékének a vezetője, és egy nagyon kedves volt osztálytársam, Patocskai Katalin fog narrálni, aki drámapedagógus és színészként is aktív. Az est különlegessége az, hogy a szövegek és a dalok azok szorosan összefonódnak az egész estnek, amellett, hogy nagyon ritkán hallott zenéket viszünk a közönség elé. Olyan szövegeket lehet hallani, amik mesélnek nekünk arról, hogy milyen kihívásokkal néztek szembe az 1800-as, 1900-as években a nők szakmájukat tekintve, társadalmi elvárásokat tekintve, hogyan voltak anyák, hogyan próbálták a szakmájukba érvényesülni, és hogyan kellett megküzdeniük egy olyan világban, ami igencsak férfiak által dominált volt, és hogy milyen sikereket értek el. Hallhatunk Clara Schumann levelezéséből részleteket, hallhatunk amerikai zenét, hallhatunk skandináv zenét is, amit itthon Magyarországon ritkán. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy igen különleges programmal készültünk, és nagyon remélem, hogy mindenki, aki eljön, az fog találni magának olyat, ami a szívéhez közel áll, meglepődik rajta, vagy éppen megérinti.